Szép napot mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és itt a Sláger magazinban köszöntöm vendégemet, Csillag Zsuzsannát, divattervezőt. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Amellett, hogy nagyon érdekes is az, amit te csinálsz, meg amit itt. Szép napot mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és itt a Sláger magazinban köszöntöm vendégemet, Csillag Zsuzsannát, divattervezőt. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Amellett, hogy nagyon érdekes is az, amit te csinálsz, meg amit ti csináltok, mert hogy ugye teljesen egyedi, én imádom, kötött ruhákkal foglalkoztok, vagy készítetek, terveztek, amellett egy nagyon fontos kezdeményezéshez kapcsolódtok most már 3. éve, amiről azt gondolom érdemes beszélni. Így van, igen, november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján van most már 3. egy műhelyvásárunk. Itt tulajdonképpen kifutó modelleket és prototípusokat fogunk kedvezményes áron értékesíteni, és a teljes bevételt azt felajánljuk egy nőket segítő egyesületnek, a Nanénak. De előtte már több másik egyesülettel is dolgoztunk, például a patenttel, tehát hogy ez már egy régebb óta futó program, ami tulajdonképpen a társadalmi szerepvállalásunk fő pillére. Igen, már ez egyébként, ha csak ennyi lenne önmagában, akkor azt mondanám, hogy ez nagyon szép, jó, köszi, de hogy itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ti személyesen is foglalkoztok ezekkel a nőkkel, és ez az, ami engem sokkal jobban érdekel, és nagyon mély a tartalma, ugyanis azt el kell mondani, hogy mikor erre a kampánynak készültök, akkor tulajdonképpen bántalmazó kapcsolatban, vagy bántalmazó kapcsolatot túlélt nőkkel dolgoztok együtt, őket fotózzátok, ők a modellek, ők válnak a modelljévé a ti márkátoknak, ami azt gondolom, hogy megint csak kívülről azt lehet mondani, hogy hú, de jó, pofa, de hát mögött nagyon sok minden van. Igen, így van. Idén már 5 túlélő modellünk lesz. Tavaly még csak 2 jelentkeztek, és az első évben még nem is gondoltuk, hogy ez egyáltalán megvalósítható, mert nyilván egy érzékeny témáról beszélünk. Maga az ötlet amúgy sokkal régebbre nyúlik vissza, tehát már 5 évvel ezelőtt kezdtük kidolgozni a programnak a részleteit, és szorosan együttműködtünk a segélyszervezetekkel, hogy tényleg olyan legyen a program, ami mindenkinek segít. Tehát az nem titok, hogy számunkra ez egy marketing tevékenység, vagy akár a Süelnek az imidzsét is építi, de mindenkinek egy win-win helyzet. A vásárlóink imádják, mert egy jó ügy érdekében tesznek, amikor a vásáron vásárolnak. Igen. Illetve a szervezetek nagyon kevés támogatást kapnak, és ők is mindenben segítenek minket, hogy minél jobban sikerüljön maga a vásár, és velük együtt kezdtünk el azon dolgozni, hogy hogy tudnánk a nőknek is segíteni valahogy, és akkor felmerült az ötlet, hogy akár modellként is részt vehetnének ebben a projektben, de hát ez ugye kínos kérdés, hogy ki az, aki meg szeretné mutatni az arcát, és ki az, aki nem. Úgyhogy csak ilyen belső. Hát meg ki az, aki meg tudja, mert hogy általában a bántalmazott kapcsolatból jövők, vagy abban élőknek az önbizalma, az önbecsülése ez olyan alacsony szinten van, hogy el sem hiszi, hogy ő erre képes lehet, és egyébként az is előfordult, hogy valóban nem képes emiatt. Igen, azért el kell mondanom, hogy akikkel együtt dolgoztunk, ők már túl vannak ezen a dolgon, tehát már több év eltelt azóta, hogy kijöttek valamilyen hasonló jellegű kapcsolatból, és ez fontos, tehát akkor a feldolgozás már az igen, hogy erről tudjanak beszélni, vagy világos. Kicsit távolabb legyenek az ügytől. Viszont az nagyon fontos volt, hogy őket egy nagyon erős és nagyon stabil nőnek mutassuk meg a képeken. Tehát ez nem arról szól, hogy mi történt a múltban, hanem arról, hogy ők ezen már tényleg túl vannak, és hogy van élet ezután. Így van, így van. Nem is akármilyen. Igen. Én bele szeretnék ebbe egy kicsit menni ebbe a munkába, hogyha megengeded. Mert én ugye azt gondolom, hogy eleve a modellkedés az maga egy szakma. Nem is könnyű, szerintem. Tehát az, hogy valakit folyamatosan instruálnak, egyébként bizonyos szempontból az aurájába belenyúlnak, mert hogy el kell viselni ilyenkor a sminkelést, a haj megcsinálást, a így vedd föl, így álljon, ide fordulj, oda fordulj. Hogyan működött ez náluk? Mert hogy akkor is azt gondolom, hogy az érintés is, a közelség is, meg egyáltalán, tehát a laikusság is biztos, hogy hoz könnyebbséget, de nehézséget is. Igen, így van, tehát ez egy sokkal intenzívebb fotózás mindig, mint általában egy profi modellel. Nagyon fontos a csapatnak a megválasztása, tehát eleve a fotósnak a személye, hogy tudjon kommunikálni a modellel, hogy folyamatosan instruálja őket, hogy egy nagyon pozitív visszajelzés legyen egyfolytában a fotózás alatt, hiszen ők egyrészt tényleg kezdők, tehát még
szinte sosem fotózták őket. Másrészt valóban az önbizalmukat erősíteni kell, és kommunikálni feléjük. Meg visszajelzni, hogy jól csinálják. Igen, mert tényleg nagyon jól néznek ki, tehát szuper csajokról beszélünk idén is, és ezt fontos, hogy tudják. Nagyon fontos a sminkesnél is, hogy egy ilyen megnyugtató pozitív kisugárzása legyen. Mi nem akarjuk őket megváltoztatni, tehát mindig azt mondom, hogy csak egy szépítő sminket kapjanak, amitől saját maga szebb lesz. Komfortosabb. Így van, az erősségeit, azokat kiemeljük, de nem fogjuk eltorzítani, tehát nem egy magazinba sminkelünk. És a ruhák választása is úgy működik, hogy azt vehetnek fel, amit szeretnék. Na, ezt akartam kérdezni, mert hogy azért a ti termékeitek különböző testalkaton különböző módon mutatnak. Így van, igen. De hogy ezt abszolút ők dönthetik el színbe. Igen, igen. Méretbe, vagy színbe, fazonba, hogy mi az, amit ők szeretnének viselni, meg megmutatni? Igen, egyetlen kikötésem van, tehát maga a szlogenünk az, hogy színek a ruhádra valók. Egyébként ez nagyon kemény. És nem máshova, és ebből kifolyólag csak színeket lehet választani, tehát a fekete-fehéret és mondjuk a földszíneket most kerüljük a kampány alatt, de bármi mást választhatnak, és olyan fazont, ami nekik jól áll. Tehát mielőtt a fotózás megtörténik, előtte bejönnek hozzánk egy ruhapróbára, akár a félüzletet felpróbálhatják, kiválasztják a megfelelő színt, a megfelelő fazont, és nagyon fontos, hogy ő jól érezze benne magát. Tehát én nem beszélünk rá senkit semmire, mert itt tényleg az kell, hogy amiben ő a legszebbnek látja magát, az legyen utána a fotókon is. Ez a szlogán, hogy a színek a ruhádra valók, erre is ki akartam térni. Jó, ütős, hogy én is ilyen áthallással éljek, de azért kemény. Tehát az, aki érintett lett, még engem is egy picit így megtorpant. Aki érintett lett, nem tudom, mit érezhet. Nekem nagyon pozitívak a visszajelzéseim, hála Istennek, a mostani fotózás is szuperül sikerült, és tényleg még pszichológusok is visszajeleztek, akik a lányokkal foglalkoznak, hogy nagyon élvezték a dolgot. Semmiképpen sem akarjuk így tényleg a múltat feszegetni, a sérüléseket, stb. Tehát viszont valamilyen szinten össze kell kötnünk a programot a márkával. Az egy dolog, hogy mi csak nőknek tervezünk kötött ruhákat, és a színeken keresztül... hogy a színeink miatt vagyunk mi különlegesek. Egyediek mindenképp, igen. Igen, és... Főleg így, én azt mondom, hogy főleg a téli időben. Igen, tehát ugye mi mindig nagyon színesek vagyunk, és ezzel a szlogánnal így borzasztóan tudjuk kötni az egész programot magunkhoz. Illetve maguk ezek a kötött anyagok szinte pálcénként védik a lányokat. Tehát nagyon sok olyan... Van olyan ruhánk is különben, amit páncélmellénynek, vagy páncélruhának hívunk, a rusztikus kialakítás miatt. És ez egy közös brainstorming alatt jött elő, pont a Nani-nek a vezetőjével brainstorming voltunk, és ő mondta, hogy tényleg, tehát ezek a vastag kötöttek olyanok, mint hogyha a páncélként védenik a lányokat, és nekik az a fontos, hogy ők erősnek érezzék magukat. Tehát a színek is intenzívek, dominánsak, erősek, ők is, és hát ugye ők vannak így a középpontban. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Csillag Zsuzsanna divattervezővel itt a 103.9 Sláger FM-en. Szép napot mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és itt a Sláger magazinban köszöntöm vendégemet, Csillag Zsuzsannát, divattervezőt. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Amellett, hogy nagyon érdekes is az, amit te csinálsz, meg amit ti csináltok, mert hogy ugye teljesen egyedi, én imádom, kötött ruhákkal foglalkoztok, vagy készítetek, terveztek. Amellett egy nagyon fontos kezdeményezéshez kapcsolódtok most már harmadik éve, amiről azt gondolom érdemes beszélni. Így van, igen, november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján van most már harmadszor egy műhelyvásárunk. Itt tulajdonképpen kifutó modelleket és prototípusokat fogunk kedvezményes áron értékesíteni, és a teljes bevételt azt felajánljuk egy nőket segítő egyesületnek, a Naninak, de előtte már több másik egyesülettel is dolgoztunk, például a patenttel. Uh-huh. Tehát, hogy ez már egy régebb óta futó program, ami tulajdonképpen a társadalmi szerepvállalásunk fő pillére. Igen, bár ez egyébként, ha csak ennyi lenne önmagában, akkor azt mondanám, hogy ez nagyon szép, jó, köszi. De hogy itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ti személyesen is foglalkoztok ezekkel a nőkkel, és ez az, ami engem sokkal jobban érdekel, és nagyon mély a tartalma. Ugyanis azt el kell mondani, hogy mikor erre a kampánynak készültök, akkor tulajdonképpen bántalmazó kapcsolatban, vagy bántalmazó kapcsolatot túlélt nőkkel dolgoztok együtt, őket fotózzátok, ők a modellek, ők válnak a modelljévé a ti márkátoknak, ami azt gondolom, hogy megint csak kívülről azt lehet mondani, hogy hú, de jó, pofa, de hát mögött nagyon sok minden van.
Igen, így van. Idén már 5 túlélő modellünk lesz. Tavaly még csak 2 jelentkeztek, és az első évben még nem is gondoltuk, hogy ez egyáltalán megvalósítható, mert nyilván egy érzékeny témáról beszélünk. Maga az ötlet amúgy sokkal régebbre nyúlik vissza, tehát már 5 évvel ezelőtt kezdtük kidolgozni a programnak a részleteit, és szorosan együttműködtünk a segélyszervezetekkel, hogy tényleg olyan legyen a program, ami mindenkinek segít. Tehát az nem titok, hogy számunkra ez egy marketing tevékenység, vagy akár a Süelnek az imidzsét is építi, de mindenkinek egy win-win helyzet, a vásárlóink imádják, mert egy jó úgy érdekében tesznek, amikor a vásáron vásárolnak, igen. Illetve a szervezetek nagyon kevés támogatást kapnak, és ők is mindenben segítenek minket, hogy minél jobban sikerüljön maga a vásár, és velük együtt kezdtünk el azon dolgozni, hogy hogy tudnánk a nőknek is segíteni valahogy, és akkor felmerült az ötlet, hogy akár modellként is részt vehetnének ebben a projektben, de hát ez ugye kínos kérdés, hogy ki az, aki meg szeretné mutatni az arcát, és ki az, aki nem. Úgyhogy csak ilyen belső. Hát meg ki az, aki meg tudja, mert hogy általában a bántalmazott kapcsolatból jövők, vagy abban élőknek az önbizalma, az önbecsülése ez olyan alacsony szinten van, hogy el sem hiszi, hogy erre képes lehet, és egyébként az is előfordulhat, hogy valóban nem képes emiatt. Igen, azért el kell mondanom, hogy akikkel együtt dolgoztunk, ők már túl vannak ezen a dolgon, tehát már több év eltelt azóta, hogy kijöttek valamilyen hasonló jellegű kapcsolatból, és ez fontos, tehát hogy már egy feldolgozás olyan már az legyenek, egy, igen, az hogy olyan... erről tudjanak beszélni, vagy világos. Kicsit távolabb legyenek az ügytől. Viszont az nagyon fontos volt, hogy őket egy nagyon erős és nagyon stabil nőnek mutassuk meg a képeken. Tehát ez nem arról szól, hogy mi történt a múltban, hanem arról, hogy ők ezen már tényleg túl vannak, és hogy van élet ezután. Így van, így van. Nem is akármilyen. Igen. Én bele szeretnék ebbe egy kicsit menni ebbe a munkába, hogyha megengeded. Mert én hogy azt gondolom, hogy eleve a modellkedés az maga egy szakma. Nem is könnyű szerintem. Tehát az, hogy valakit folyamatosan instruálnak, egyébként bizonyos szempontból az aurájába belenyúlnak, mert hogy el kell viselni ilyenkor a sminkelést, a haj megcsinálást, a így vedd föl, így álljon, ide fordulj, oda fordulj. Hogyan működött ez náluk? Mert hogy akkor is azt gondolom, hogy az érintés is, a közelség is, meg egyáltalán, tehát a laikusság is biztos, hogy hoz könnyebbséget, de nehézséget is. Igen, így van, tehát ez egy sokkal intenzívebb fotózás mindig, mint általában egy profi modellel. Nagyon fontos a csapatnak a megválasztása, tehát eleve a fotósnak a személye, hogy tudjon kommunikálni a modellel, hogy folyamatosan instruálja őket, hogy egy nagyon pozitív visszajelzés legyen egyfolytában a fotózás alatt, hiszen ők egyrészt tényleg kezdők, tehát még szinte sosem fotózták őket, másrészt valóban az önbizalmukat erősíteni kell, és kommunikálni feléjük. Meg visszajelzni, hogy jól csinálják. Igen, mert tényleg nagyon jól néznek ki, tehát szuper csajokról beszélünk idén is, és ez fontos, hogy tudják. Nagyon fontos a sminkesnél is, hogy egy ilyen megnyugtató pozitív kisugárzása legyen. Mi nem akarjuk őket megváltoztatni, tehát mindig azt mondom, hogy csak egy szépítő sminket kapjanak, amitől saját maga szebb lesz. Komfortosabb. Így van, az erősségeit, azokat kiemeljük, de nem fogjuk eltorzítani, tehát nem egy magazinba sminkelünk. És a ruhák választása is úgy működik, hogy azt vehetnek fel, amit szeretnének. Na, ezt akartam kérdezni, mert hogy azért a ti termékeitek különböző testalkaton különböző módon mutatnak. Így van, igen. De hogy ezt abszolút ők dönthetik el színbe. Igen, igen. Méretbe, vagy színbe, fazonba, hogy mi az, amit ők szeretnének viselni, meg megmutatni? Igen, egyetlen kikötésem van, tehát maga a szlogenünk az, hogy színek a ruhádra valók. Egyébként ez nagyon kemény. És nem máshova, és ebből kifolyólag csak színeket lehet választani, tehát a fekete-fehéret és mondjuk a földszíneket most kerüljük a kampány alatt, de bármi mást választhatnak, és olyan fazont, ami nekik jól áll. Tehát mielőtt a fotózás megtörténik, előtte bejönnek hozzánk egy ruhapróbára, akár a félüzletet felpróbálhatják, kiválasztják a megfelelő színt, a megfelelő fazont, és nagyon fontos, hogy ő jól érezze benne magát. Tehát én nem beszélünk rá senkit semmire, mert itt tényleg az kell, hogy ami benne a legszebbnek látja magát, az legyen utána a fotókon is. Ez a szlogán, hogy a színek a ruhádra valók, erre is ki akartam térni. Jó, ütős, hogy én is ilyen áthallással éljek, de azért kemény. Tehát az, aki érintett lett, még engem is egy picit így megtorpant. Aki érintett lett, nem tudom, mit érezhet.
Nekem nagyon pozitívak a visszajelzéseim, hála Istennek, a mostani fotózás is szuperül sikerült, és tényleg még pszichológusok is visszajeleztek, akik a lányokkal foglalkoznak, hogy nagyon élvezték a dolgot. Semmiképpen sem akarjuk így tényleg a múltat feszegetni, a sérüléseket, stb. Tehát viszont valamilyen szinten össze kell kötnünk a programot a márkával. Az egy dolog, hogy mi csak nőknek tervezünk kötött ruhákat, és a színeken keresztül... vagy a színeink miatt vagyunk mi különlegesek. Egyediek mindenképp, igen. Igen, és... Főleg én azt mondom, hogy főleg a téli időben. Igen, tehát ugye mi mindig nagyon színesek vagyunk, és ezzel a szlogánnál így borzasztóan tudjuk kötni az egész programot magunkhoz. Illetve...